Alakul a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. Az elmúlt héten Rúgós Olivér érkezését jelentette be a klub vezetése, most pedig újabb kosarasó derült ki, hogy a Kékcápáknál folytatja pályafutását. A szombathelyi nevelési, korábban a Falkó felnőtt csapatában is bemutatkozó, 19 éves Dancsés András a legutóbbi szezonban az Egyesült Államokban az Indiana Egyetem csapatában szerepelt. Az egyes poszton bevethető játékos a portugáliai 20-as B-divíziós Európa-bajnokságon első két meccsén győztes válogatott egyik alapembere. Szerettük volna mindenféleképpen Fazekas Csabi távozását egy olyan játékossal pótolni, aki szintén meghatározó tud lenni a fiatalok között. Bízom benne, hogy azt a teljesítményt fogja majd nyújtani, amit várunk tőle. Ugye egy új játékos érkezésénél ez mindig egy picit rizikós, de úgy látom, hogy az U20-as válogatott keretében is megfelelő teljesítményt nyújt. Tavaly ő ugye Amerikában játszott, és így nem láthattuk a magyar bajnokságban, de 2000-es születésű fiatal, és bízom benne, hogy nagyon szépen be fog illeszkedni a csapatunkba. Sitko Ernő játékos karrierje során több csapatban is megfordult, tapasztalatai alapján teljesen egyénfüggő az, hogy ki milyen hamar épül be egy új közösségbe. Attól függ, hogy kinek milyen alkalmazkodó képessége van, de én bízom abban, hogy Andris tavaly ugye egy amerikai közegben szintén egy új közegbe illeszkedett be, most viszont nem kell neki teljesen ismeretlen közegbe illeszkednie, hiszen itt van Sitku Marci, akivel most ugye az U20-as válogatottban együtt vannak, illetve természetesen a Szombathelyről érkező Bazsó Bruno szintén támaszt jelenthet neki, de azt hiszem, hogy a csapatunk eléggé jó közösséget tud alkotni, és nem hinném, hogy problémája lenne a beilleszkedéssel. Természetesen azt majd meg kell szoknia, hogy milyen játékstílusban játszunk, de bízom abban, hogy ez is tetszeni fog neki. A dobásokat én, illetve a szakmai stáb nem szokta túlságosan visszafogni, tehát azt szeretjük, hogyha vállalkozó szellemű játékosok érkeznek hozzánk, ebben pedig úgy gondolom, hogy ő mindenféleképpen partner lesz. A nyíregyháziak július 29-én a képzőtábor oktatóiként kezdik el a felkészülést, majd egy héttel később már élesben is elindul a munka. Az első edzőmeccset augusztus végén Debrecenben a Vasas ellen játsszák majd a Cápák.